Mindig is nagy tisztelet övezte a történelmünkből ismert magyar uralkodókat, ugyanakkor a mai napig sok kérdés is övezi életüket. Ebben a videóban az első ismert magyar uralkodót, Ügyek törzsfőt ismerhetitek meg. Ügyek törzsfő az első ismert magyar uralkodó személy lehetett. A 8. század közepén születhetett, nevét Ugyel, Ugek, Ugeg, Vügec, Vüger alakokban is rögzítették. Ügyek apja feltételezhetően egy Ed nevű férfi volt, míg nagyapja a fennmaradt írások szerint a legendákból ismert Csaba királyfi, a székelyek vezére. Hitelt érdemlően, még erre vonatkozóan nincsenek pontosabb adatok. Ügyek Álmos vezér feltételezett apja vagy nagyapja volt, Ügyek felesége volt Emese, Álmos anyja, aki a legenda szerint egy isteni eredetű álmat látott Álmos születése előtt. Mivel Ügyek neve Vügec alakban volt jelen Anonymus feljegyzéseiben, ezért erre többféle kutatói megállapítás is van arra nézve, hogy ez a név pontosan mit is takar és erre vonatkozóan alakultak ki variációi. Az Ügyek fordítást Pajis Dezső adta neki 1926-ban. Pajis szerint az Ügyek név az üdvözül szóból eredhet, ami szentet jelent. Györfi György szerint az Üge vagy Öge variációból származik a név, ami egy török méltóságnév. Azt jelenti bölcs vagy tanácsadó. A szó főleg az ujguroknál fordult elő, és a herceg, illetve a vezír mellett volt a harmadik azonos szintű méltóság. A harmadik lehetőség az Üge. Az utolsó ujgur fejedelemnek volt ez a neve, és kortársa volt elődnek, így akár Ügyeknek is, ami nem tartható kizártnak, hogy egy és ugyanazon szeméről beszélhetünk. Sudár Balázs szerint a 8. század végére már érkezhettek ujgurok nyugatabbra is, vagyis érintkezhettek az akkori magyarokkal. Ügyek alakja felbukkant a képes krónikában is, ami arra engedhet következtetni, hogy az ő szerepének benne igenis komoly jelentősége van. A sztyeppén élő kultúrkörök esetében három típusa volt annak, ha egy adott dinasztia származtatta magát valahonnan. Ügyek pont az a személy lehetett, akit a dinasztiája szellemi ősként értelmezett, a féle legtávolabbi ősként, aki a családja történetében fontos szerepet vállalt, azonban munkájának eredménye csak nemzedékekkel később alakul ki. Nem véletlen, hogy nemzetségfőként is hivatkoznak rá. Mint törzsfő, 818 után már nem vezette a magyar népet, vélhetően akkor is vesztette életét.